Na hát akkor haladjunk tovább. Hát ki akar menedzser lenni? Nem tudom, most nyilván nem tudjátok föltenni a kezeteket itt a stúdióba. Pisti és Anita már fölrakta, bár ők már azok, meg már a Pisti azért kicsit többször meg lett menedzser. De képzeljétek el, hogy ma egy olyan előadást fogtok kapni, amit Jay Lynch, ugye Angliából, ők csináltak meg igazából a csoportjuknak, és egy nagyon jó menedzseri munkafüzetet hoztak létre, amivel nagyon gyorsan lehet menedzseré válni. Na most a Pistinek köszönhetőleg most tudtam meg, hogy 6 órát dolgozott vele, úgyhogy egy nagy tapsot így nyugodtan adjatok neki, mert hogy érdemes, 6 órát dolgozott azzal, hogy magyarosítsa, és hogy az angol feliratokat átmagyarosították Anitával, a párjával, és elhoztuk nektek ezt az előadást, ugyanis hát gondolom, hogy ti is azért vagytok itt, ha még nem vagytok menedzserek, ha meg igen, akkor hogy csináljátok menedzsereket, hogy érjétek el a legmagasabb szintet. Pistiről azt kell tudnotok, hogy én most már 30, nem tudom, már nem számoljuk, hogy hány évtizede ismerjük egymást, de ebben az üzletben nagyon komoly eredményeket rakott már le. Ugye ő Zafir menedzseri szinten van, már frontján több mint 12-13 igazgató van, vagy már annál is több, már ő se számolja, haladnak a gyémán Zafir szint felé, és ugye van is tervük erre, hogy ezt jövőre, utána, minden, egy-két éven belül megcsinálják. És nagyon komoly üzletet hoztak létre, ugye már megvolt az 1500 pontjuk, haladnak a 2500 pont felé, évről évre ugye teljesítik az autókvalifikációt, most éppen a kettes szintjét kipipálták, és hát ugye nagyon sok embernek az életét változtatták meg, köztük a miénket is, úgyhogy köszönjük szépen. Úgyhogy hallgassátok nagyon sok szeretettel Utas István Zafir menedzsert, aki a menedzseri munkafüzetről fog beszélni, hogy hogyan válják gyorsan, menedzseri és ügyesen. Gyere, Pisti! Köszönöm szépen a kedves bemutatást. Na, akkor vágjunk is bele. Egy olyan eszközt fogok most bemutatni nektek, amit mindenki tud arra használni, hogy átvegye az új indulójával azokat az első lépéseket, amiket mindenképpen végig kell menni mindenkinek. És eddig ez egy kicsit hiányzott. Sokszor volt az, hogy már megmutattuk ezt a munkafüzetet, de nem beszéltünk arról, hogy ezt hogyan kéne használni. És hát hiszen benne van a nevében is, hogy ez egy munkafüzet, tehát ezzel dolgozni kéne, nem csak lapozgatni és nézegetni. És ez most egy prezentációval együtt lesz, ugye egy PowerPoint bemutatóval együtt lesz levetítve, és ezt a PowerPoint bemutatót bárki megkaphatja, aki szeretne menedzsereket létrehozni, illetve szeretné az új indulójával ezeket a lépéseket átvenni. Ez önmagában egy marketing bemutató is egyben egyébként, tehát ez arra szolgál részben, hogy megértse mindenki azt, hogy hogyan épül fel a Forever üzlet, jó alaposan ki fogja vesézni az összes kis részletét, és van a végén egy terv is arra, hogy hogyan lehet majd ezt a menedzseri szintet megcsinálni. És akkor lássuk is, megkérném akkor a kollégát, hogy akkor ezt a kis prezentációt indítsa el. Igen, első lépések a menedzseré válás útján. Na most mi az első lépés akkor, amikor belevágnánk valamilyen üzletbe? Tehát nyilván majd a célokról lesz szó, de itt egy picit fussuk át, hogy mégis ki is ez a cég, és hogy kivel dolgozunk mi együtt. Ugye eleve azt tudni kell, hogy van egy partner cégünk, tehát mi egy olyan vállalkozást végzünk, amiben egy partner cég állítja elő a termékeket, ő hozza ide Magyarországra, és minden engedélyeztetést a háttérből megcsinál. Nekünk egyetlen egy dolgunk van, a reklámozás. És a reklámozáson keresztül ugye forgalmat növelünk a cég részére, és ezért a cég bónuszt vagy jutalékot fizet nekünk. Ez az alap elv igazából. És nagyon nem mindegy, hogy milyen céggel foglalkozunk, és milyen cég áll a háttérben, mielőtt az ember az egész életét ráteszi egy vállalkozásra, ugye nyilvánvalóan érdemes megnézni, hogy ki is ez a gyártó cég. Az egyik legfontosabb dolog, hogy magántulajdonban van. Itt van látható a cégnek a tulajdonosa, aki ugye most már 85 éves, és most már átadta a fiának az elnöki posztot, de a tulajdonos ő. Ennek óriási jelentősége van, nem is gondolnátok, hogy micsoda jelentősége van annak, hogy ez a cég nincsen tőzsdén. Nem tudják felvásárolni a részvényeket mások, akik majd beleszólnának abba, hogy mennyi pénzt szakítsanak le, és megváltoztatnák a marketing tervet. Tehát láttunk már olyan nagy múltú, hatalmas nagy
MLM céget ez miatt megrecsenni, hogy a részvényeit valaki megvásárolta, és utána beleszólt a hosszú távi stratégiába. Itt ilyen nem történhet meg. Itt kettőt ugrott gyorsan. Nézzük csak. Igen. Tehát több mint 40 éve folyamatos a cégnek a növekedése a forgalom szempontjából. Egyébként nem csak a forgalom növekszik, hanem a cégnek a tulajdona is. Több mint 100 szálloda van a Forever Living tulajdonában, és ezért szinte korlátlan pénzügyi lehetőségekkel rendelkezik a cég, hogyha termékfejlesztésről van szó. Az is nagyon fontos, hogy több mint 160 országban van jelen a cég. Tehát, hogyha valaki egy igazán stabil, sok lábon vagy száz lábú üzletet akar, hogyha ha úgy tetszik, akkor megteheti ezt. Sokszor mondják azt vállalkozók, hogy több lábon kell állni. Ez igaz. A Foreverre lefordítva, hogyha te több lábon akarsz állni, akkor jól teszed, hogyha több országban is indítasz üzletet, mert a világon mindig van, tehát bármilyen nemzetközi helyzet van, mindig van néhány ország, ahol éppen a gazdaság fölfelé megy, vagy lefelé megy, vagy stagnál, és ezek a különböző változások általában kedveznek mindig a network marketing, vagy a multilevel marketing iparágnak, hiszen hogyha egy gazdasági probléma van, sokkal többen indulnak neki egy készpénzbefektetést nem igénylő vállalkozásnak. Ha a munkahelyek megszűnnek, akkor szintén ez egy nagyon jó kecsegtető dolog. Ott, ahol viszont stabil a gazdaság, és sokat keresnek az emberek, ott viszont rengeteg termék fogy. Tehát mindenképpen jó buli. Na menjünk tovább, mit lehet még tudni a cégről. Nagyon fontos, hogy olyan termékeink vannak, amik rendszeresen elfogynak. Tehát itt nem arról van szó, hogy olyan dolgot kell eladni, nyilván ezekre is szükség van, de éppen most a napokban nem akarok más céget reklámozni, de éppen egy takarítás során állapítottuk meg a párommal, hogy több mint 20 éve vettem egy akkor igen-igen drága takarítóeszközt, és még most is ugyanúgy működik, minthogyha semmi baja sem volna, és ha belegondolok, hogy ennek a forgalmazásával kéne foglalkoznom, hát akkor már eleve ugye a rendszeresen elfogyó dolog az ki is esik, tehát én nekem állandóan mindig újabb és újabb vevőket kéne hoznom, amiben nyilván belefárad az ember egy idő után. A Forevernél ezért lehet megtenned azt, hogy hosszú távon elvégzett munka után esetleg hátradőlhetsz, és akár nyugdíjba is mehetsz, mert a nyugdíjat is meg tudja oldani a cég, mert a termékek rendszeresen elfogynak, és az emberek újra és újra megvásárolják őket. És nagyon népszerűek a termékek. Tehát kijelenthetjük, hogy a te jövőd óriási biztonságban van, hogyha te a Forever vállalkozással foglalkozol. Ugye a lehetőségeket ismételjük át még egyszer. Korlátlan jövedelemről beszélhetünk, hiszen mindenki saját maga dönti el, hogy mennyit foglalkozik ezzel, mennyi ideig csinálja. Hogyha van egy folyamatos állandó vevőköröd, akkor hogyha te leállsz, akkor is megmarad a forgalom. Viszont ha tovább növeled ezt a forgalmat, akkor ez mindig nőni fog. És csak te döntöd el, hogy meddig csinálod. Ugye nemzetközi jövedelemről már beszéltünk. Nagyon nem mindegy, hogy olyan adózási környezetet választasz, amilyet te akarsz. Oké? Tehát ha belegondolsz, hogy milyen jelentősége van annak, hogy te a 160 országon belül bárhol letelepedhetsz, és abban az országban, ahol neked tetszik, ott ki tudod számlázni akár a Forever jövedelmet, ami szintén a világ bármelyik országában keletkezhet, hát azért ez vet fel kérdéseket. Aztán autóösztönző programok léteznek, világutazások, elnöki bónusz, amit 13. havi jutaléknak szoktunk nevezni. És ugye van nyilván egy óriási személyiségfejlődési lehetőséged is, és nagyon fontos, hogy ez nem egy követhetetlen, teljesen újszerű, valamilyen hiper-szupernek mondott marketing tervet követ, hanem egy nagyon klasszikus, úgynevezett unilevel marketing terve van a cégnek. Ez egy konzervatív, régi vágású marketing terv, ami működik, és a mai napig
nem sikerült igazából olyan marketing tervet létrehozni, ami több pénzt fizetne. Ezt nem én állapítottam meg, ugye, hanem a Gidófalvi Attila, akinek igen nagy neve van a hálózatépítésben, és ő fél évig számolt annak idején, és fél évig kereste azt a céget, ami a világon a legtöbbet fizeti vissza egy adott forgalomból, és még nem pilóta játék, és ő így találta meg a Forever Living-et, és én hiszek neki ebben a tekintetben. Na, menjünk tovább. További előnyök is vannak. Ugye az életmódod az elképesztően meg tud változni. Igazából azt csinálsz, amit akarsz, hogyha a Forever Living-ben felépítesz egy vállalkozást. Nagyon nagy pénzügyi szabadságod lehet, és az időt is te magad osztod be. Na, nézzük. Hát igen, ezt neked kell majd eldöntened, hogy mit csinálsz. Van itt egy nagyon fontos pont, az egész eddig ezutáni előadásom erről fog szólni. Soha nem bukhatsz el a Foreverben, ami következetesen az alapmunkát csinálod. Oké? És erről lesz most szó. Azok, akik idővel abba hagyják ezt az üzletet, alapvetően nyilván az alapmunkát is abba hagyják, és ez csak amikor már sok menedzsered van, akkor érdemes ezt megtenni, mert egyébként is ez az alapmunka, ez annyira jó és szép, hogy egyre több ember lesz egészséges, hogy egyszerűen nem kellene abba hagyni. De ha ezt te folyamatosan csinálod, bármilyen célt elérhetsz a marketing tervben. Na, nézzük akkor ezt a menedzseri munkafüzetet. Ugye, hogyha kinyitjátok, mindjárt az első oldalon ezt találjátok. Vajon miért? Ugye addig, amíg valakinek nincsen célja, addig nem is fog csinálni semmit. Tehát ez nagyon fontos kérdéskör itt. És hogyha van új induló munkatársatok, akkor ezt a menedzseri munkafüzetet ki kell vele tölteni. Időt kell rá szánni, ez több óra lehet, sőt, ugye a Jane, akik ezt megalkották, ezt a rendszert, ő elmondta, hogy hetente egyszer, 4 héten keresztül, hétvégente alaposan átnézik, gyakorlatilag majd a videóban, amit ma fogtok látni, ő utalni fog egy gyors start programra. Ez ezt jelenti, hogy ez a munkafüzet teljesen szét van cincálva, és most nyilvánvalóan nem tudom ezt teljes mértékben megtenni ez alatt a 1,5-3 óra alatt, amit most fogok beszélni. Úgyhogy nem kell félni, mert le fognak lőni hamarosan úgyis. Na, tehát személyes célok. Néhány példát ide írtam. Rövid távú személyes célok mik lehetnek? Például 200 000 forint per hó plusz, vagy a munkahelyről kilépni. Ha valaki pluszba 200-300 000 forintot keres, már lehetséges, hogy érdemes neki kilépnie a munkahelyéről, és teljes időt a Foreverbe tenni. Vagy mondjuk egy kis családi wellness is jól jöhet egy hétvége, mert lehet, hogy évek óta nem voltatok sehol. Vagy a gyerekekkel akarsz több időt tölteni. Ezekkel foglalkozni kell, mert ezek lesznek azok a dolgok, amik majd a hajtóerőt adják, hogy végig tud csinálni az, ami majd most fog következni. Aztán vannak hosszú távú személyes célok, ez mindenkinek más. Ide írtam néhány példát. Ezeket kell kiszedni majd az érdeklődőtökből. Lehet, hogy az autóját cserélné le, vagy például, hogyha egy hölgyről van szó, lehet, hogy szeretné, hogy a férje ne menjen be a hülye munkahelyére. Ilyet elég sokat tapasztaltunk, mert lehet, hogy azért vannak otthon feszültségek, mert tiszta ideg mindig a pasi, amikor hazaér. És milyen szép dolog már az, amikor a feleség elkezd egy vállalkozást, és utána kiveheti a férjét a munkahelyről. Hölgyeim, azért ezen érdemes lenne ám elgondolkozni. Aztán lehet, hogy egy komolyabb családi nyaralást, tudjátok, mennyibe kerül? Hát 1,5-2 millió forintot simán el lehet költeni akkor, ha van néhány gyereke az embernek, és mondjuk csak 2 hétre, nem 1 hónapra, 2 hétre el akar menni valami trópusi helyre. Ez már egy komoly tervezést igényel. Aztán a jelzálogot is lehetne törleszteni, ne az sem ártana, ha esetleg magántanárt lehetne a gyerek mellé fogadni. Főleg most, hogy ki tudja, hogy milyen online oktatás lesz, hát a színvonal az, hogy most otthon mit sikerül egy autószerelőnek, vagy egy nem tudom minek, ami az átlag ember munkahelye, vagy egy fodrásznak. Otthon tanulni a gyerekkel, hát nem irigylek senkit, akinek most ilyen feladat szakad a nyakába. Na, menjünk tovább. Tehát mire van szükséged? Ugye a rövid táv, ez 3-6 hónap. A középtáv, az pedig 1-2 év. Tehát azokat kell ideírni erre a lapra. Oké? Na, menjünk tovább.
Aztán a következő lapon családi célokat láttok. Ezt is figyeljetek, az se baj, ha egy-két órát csak ezzel a két lappal eltöltötök. Mert ki kell szedni az emberekből, amikor látjátok, hogy könnybe lábad a szeme, mert valamire ráérez, hogy igen, ezért hajlandó lennék dolgozni. Higgyetek el, hogy a legjobb hálózatépítők azért jók, mert ezt jól tudják kiszedni az emberekből. Utána már, ha nem csinálnak semmit, az az ember akkor is megcsinálja az üzletet, mert készen van az egész rendszer, amit lehet használni. Milyen családi célok lehetnek? Elutazni mondjuk Disneylandbe. Hát ahol van kisebb gyerek, az egy komoly cél lehet, oké? Az sem árt, ha karácsonykor nem kell például nagyon számolgatni, amikor ajándékot veszel majd, jó? Tehát családi célokról beszélek itt. Aztán képzeljétek el, hogy az is lehet egy cél, hogy akár havonta egyszer elmenjen az ember az egész családjával mondjuk a trófeaétterembe, oké? Mekkora buli lehet ez, de ez sok pénzbe kerül. Aztán lehetnek lakásfelújítás is családi cél, ugye? Tehát lehet, hogy végre megkaphatja az asszony azt a konyhabútort, amit szeretne. Ez nagyon sok pénzbe kerül, ne tudjátok meg, hogy egy konyha felújítása mennyibe kerül. Tehát milliós tétel, oké? Aztán lehetnek hosszú távú családi célok az, hogy legyen egy nagy családi ház, ugye? Aztán hát van, aki például szeretné támogatni a szüleit is folyamatosan, vagy akár egy vízparti nyaralót vásárolna, és pénzügyi célok, illetve az üzlettel kapcsolatos célokról beszélek. Ugye rövid távú célok, az mondjuk a menedzseri szint, tehát ez rövid távú célnak van ideírva, tehát ez nem azt jelenti, hogy évek, ugye? Az azt jelenti, hogy egy 6-8 hónap alatt meg kéne ezt valósítani. Erre kaptok most egy receptet. Például lehet anyagi cél egy 800 000 forint per hó. Ugye már beszéltünk arról, hogy egy jól felépített menedzseri üzlet hozhat ennyit, majd fogtok erre példát látni. Mondjuk az Eagle Manager, az is viszonylag még egy rövidebb táv, tehát 1-2 év. Aztán hosszú távú célokat is ide kell írni. Igenis a 7 számjegyű bevétel, ami nem is egyessel kezdődik, az egy hosszú távú cél lehet, mert az még mindig csak 5-6-8 ezer euró, ami mondjuk a nagyvilágban nem számít egy olyan nagyon-nagyon kiemelkedő pénznek. Chairman bónusz, vagy a Global Rally, vagy az égkő bónusz, hogyha följebb megyünk a marketing tervben. Oké? És itt láthatsz egy kis kék foltot, azt mondja, hogy ne feledd, ez nem álom, hanem ez a feladatod, amit meg kell majd valósítanod. Ide azokat írjad be, ne az álmaidat, hanem azt, amit mindenképpen meg fogsz csinálni. Na, menjünk tovább a munkafüzetben. Itt elmagyarázza egy kicsit azt, hogy mi is ez a pontérték. Ennek a megértésében szeretnék én is segíteni neked, aki még most kezded ezt az üzletet. Ugye, hogyha megnézed ezt a lapot, és kérek mindenkit, hogy szerezzen be egy ilyen munkafüzetet, jó? Tehát be is van szkennelve egyébként, PDF formátumban megtalálható, de fizikailag is jó, hogyha át tudod lapozgatni. Lehet, hogy belekerül vagy 250 forintba. Mennyibe kerül egy ilyen füzet, drágám? Bár mindegy, 300 forint körül van maximum. Oké? Nem irigyellek, aki most ezt nézi, mert elég apró betűk is vannak, úgyhogy én is kicsit közelebb jövök. Tehát ugye a kartonpont. Mi is az a pont? A CC-t, hogyha láttok bárhol valamilyen feliraton, az a készkredit vagy kartonpontot jelenti. A Forevernek ez a belső valutája. Ez azért van, mert minden országban minden forgalmat átszámolnak pontértékre, és ezáltal az egész világon egységesen lehet mérni a teljesítményt. Tehát, ha valaki csinál egy bizonyos forgalmat valamelyik országban, valamennyi pontértéket, ő ugyanannyi pénzt fog érte kapni, mint aki egy másik országban csinál ugyanannyi pontértéket. Ennek óriási jelentősége van, ha azt látjuk, hogy a legtöbb multi azért jön Magyarországra, mert szeretne megtakarítani kifizetést. Itt ez nem valósul meg, mert a cég ugyanannyit fizet az egész világon mindenhol. Ezért tűnik soknak a pénz, amit itt meg lehet keresni. Na, egy pont az körülbelül 160 eurót jelent egyébként nettóba, tehát így tudsz majd számolni. Ez nagykeráron értendő egyébként. Tehát erre jönnek rá különböző jutalékok. Aztán pontosan ezért, hogy lehessen mérni egy olyan forgalmat, ami könnyebben másolódik, illetve amivel lehet tervezni, a cég eldöntötte,
hogy ildomos mindenkinek megcsinálni 4 pontértéknyi forgalmat, azért, mert ezzel lehet igazából jól haladni. És ez gyakorlatilag több részből tevődik össze. Azt mondja, hogy van egy olyan, hogy személyes termék használaton keresztül. Tehát az, amit valaki a saját nevén megvásárol, az a saját pontértékébe számít. Egyébként ebből 1 pontot kér a cég minden hónapban. Ez durván olyan 50-60 ezer forintos nagyságrend. Nyilvánvalóan, ha valaki ennyit nem fogyaszt el saját maga, akkor a szomszédjának is odaadhatja, vagy eladhat pár terméket, és ebből ugyanolyan könnyedén össze fog jönni. Oké. Aztán, ugye a törzsvásárlók, mert Angliában van ugye kiskereskedelmi eladás is, nálunk is elméletileg lehetséges, bár inkább nálunk a törzsvásárlóknak a rendszerhez való csatlakoztatása a divat, de ha te 160 országban akarsz dolgozni, ott azért máshogy is működik a dolog. A lényeg az az, hogyha a törzsvásárlót bekapcsolsz a rendszerbe, egy minimummal belépő vásárló az 0,4 pont körülbelül. Tehát ha akarsz csinálni mondjuk 2 pont ilyen forgalmat, amit a törzsvásárlók után kapsz, vagy írnak jóvá, akkor ez körülbelül 5 vásárlás. Tehát ha 5 törzsvásárlód van, aki vásárol rendszeresen, az körülbelül 2 pontot ki tud adni. Ugye ehhez hozzájön a te személyes vásárlásod is, amit saját magad vásárolsz, és a munkatársak, amikor bekapcsolódnak hozzád, hát képzeld el, hogy azok után, egy munkatárs után 2 pontot ír jóvá a cég, hogyha valaki valamilyen, mondjuk azt, hogy induló csomaggal indul, ebből majd november 1-től többféle is lesz, most jelenleg a Touch of Forever van, és ez 2 pontot ér. Tehát ha te havonta egy munkatársat bekapcsolsz a rendszerbe, már van 2 pontod. Ha van 5-10 olyan törzsvásárlód, aki saját magát rendszeresen kiszolgálja, és egy minimumot vásárol, ez már 2-4 pont lehet pluszba. Ugye? Tehát itt már összesen 4-6 pontról beszélünk, és ezen felül lehet neked 1 pont, vagy akár több személyes vásárlásod is, a személyesen eladott termékek, illetve a te magad által elfogyasztott termékek után. Na most ebből összesen kell 4 pontot csinálni egy hónapban. Már érezhető, hogy azért ez megcsinálható, hogyha egy kis figyelmet teszel rá. Oké? Tehát 15 kiszolgált vásárlót számoltam átlagba, akik csak egy fokrémet, egy gélt, vagy egy valamit kérnek, abból is körülbelül 2 pont már kijön. Jó? Tehát lehetnek ilyen utánkövetett vásárlóid is, sőt, kell, hogy legyenek. Na, ahhoz, hogy ebbe az egészbe bele tudjál kerülni ebbe a játszmába, neked egyszer az életben össze kell gyűjtened 2 pont értéknyi forgalmat, 2 egymást követő hónapon belül, ez bármelyik 2 lehet az évből, csak egymás után jöjjön. Oké? Hát persze ezt egy hét alatt is össze lehet gyűjteni, vagy akár egy vásárlással is, de hogyha nincs más lehetőséged, akkor össze kell gyűjteni. Oké. Ez szerepel itt a következő ábrán. Na, nézzük. Figyeljetek, kicsit gyorsan mentünk előre. Ezt jegyezzétek meg, mindenki jegyezze meg. Oké. Tehát ezt a 4 pontot, ezt be kell gyakorolni, nincs mese. Később majd ez jól jöhet, hogyha majd valamilyen ösztönző programra veszel részt, de hogyha még nincsen tétje, akkor is be kell gyakorolnod ezt a 4 pontot, ha te üzletet akarsz építeni. És ezért ez a legelső feladatod, hogy a 4 pontot kialakítsd, és a vevőkörödet kialakítsd. Megkockáztatom, hogy ez fontosabb, mint az, hogy munkatársat szerez rögtön az elején. Oké, mert ha van vevőköröd, van 4 pontod, már van jutalékod, amit meg tudsz mutatni bárkinek, hogy nézd meg, most kezdtem, és már van egy kis jutalékom. Oké? Tehát ha megtanítod a csapatodban mindenkinek ugyanezt a 4 pontot, akkor mindent elérhetsz a marketing tervben. Jó? Mert erre épül az egész. Ez nagyon fontos. Na most a marketing tervről néhány előnyt azért ismételten vegyünk át. Tehát minden bónuszt a kiskerára alapján fizetnek. Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy ha 100 ezer forintért vásárol valaki terméket, akkor a 143 ezer forintnak, tehát az ajánlott árrésnek, vagy az áréssel növelt összegből számítják ki a különböző százalékokat. Ez teljesen egyedülálló a Forevernél. Aztán nem lehet kikerülni senkit, óriási jelentősége van. Ha találsz egy nálad jobb munkatársat, nem tud kikerülni, végig tol az egész táblán. Aztán ugye nemzetközi lehetőség, ezt tudjuk, korlátlan jövedelem, ezt is hallottuk már. De az, hogy minden üzleti szint állandó, vagy csak előre lehet menni, ez is egy különlegessége a Forever marketing tervének. Nálunk nincs visszacsúszás sem, és ezáltal, hogyha valaki elért egy üzleti szintet, akkor nem javaslom, de elméletileg lassíthat egy kicsit, akkor sem fogja elveszíteni az elért üzleti szintjét. Ugye a siker csak rajtad múlik, csak rajtad, és nem a munkatársaidon, azért, mert a Forever marketing terv a szélesítést fizeti meg a legjobban. Magyarul, ha te magad többet dolgozol, akkor mindig függetlenítheted magad a munkatársaidnak a teljesítményétől. És van még egy fontos dolog, két havi gyűjtőpontrendszer van, tehát minden egyes üzleti szintet kettő egymást követő hónap összeadásával lehet elérni, tehát nem havonta kell neked egy óriási teljesítményt letenned, és a jövő hónapban újra indulni, mint némelyik cégnél, hanem kettő hónapot mindig összeadnak. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen olyan pénz, vagy jutalék, vagy utazás, ahol nem adnák össze az egész évet, mert olyan is van, hogy éves gyűjtőpontrendszer, de ezekről majd később ejtünk szót. Na, menjünk tovább, mi van még itt? A következő lapon tulajdonképpen az üzleteknek a felépülését láthatjátok egy nagyon jó kis ábrával. Ezt fogjuk most egyenként kicsit kibontani. Mi a következő szint, ugye? Ha kettő pontos vagy, tehát már lehetőséged van arra, hogy bárkit beregisztrálj, azt láthatjuk itt ezen az ábrán, hogy egyáltalán milyen lehetőségeid vannak. Oké, mi van még itt? Mert ezt elég septében kellett összeraknom. Na most már minden látszik ezen a táblán. Tehát látható felül, hogy 35% kedvezményt kapsz az ajánlott eladási árból. Oké? Az assistant supervisor, ez felügyelő helyettest jelent, és ugye kettő pontérték két hónap alatt. Vagy egyből megvan, hogyha vásárolsz egy touchdobozt. Na most itt már azért érdemes számolgatni, ugye ide írtam, hogy minden toborzott munkatárs után legalább 40 ezer forint jutalékot fogsz kapni. Jó? Ezzel már számolhatsz, mint bevétel itt ezen az első üzleti szinten. Oké. Tehát ez úgy néz ki, hogy minden vásárlónak az egy pontja után, vagy ha több vásárlód is van, mondjuk, mit tudom én, van 5-6, és mindegyik csak mondjuk egy 0,4-ért vásárol, az a lényeg, ha összeadod a vásárlók utáni pontokat, akkor egy pontra körülbelül 20 ezer forint jutalékot tudsz kapni. Néhány példát is ide raktam egyébként, tehát ha te eladsz egy gélt, csak egyet, és azt te nagykeráron vásárolod meg, láthatod, hogy körülbelül november 1-től 3000 forint hasznod van egy gélen. Jó, és hát ugye leginkább a gél az, ami a legjobban megy. Aztán itt van például egy C9-es, tehát ez a 9 napos tisztító fogyókúrás csomagunk. Itt van például egy példa, most körülbelül 35 ezer forintba kerül. Ennek a törzsvásárlói ára november 1-től körülbelül 46 ezer forint lesz. Ezt pontosan még nem tudjuk, de nagyjából ilyesmi árról beszélünk. 11 ezer forint üti a markodat, hogyha egy ilyen fogyókúrás csomagot, ami 9 nap alatt elfogy. Ez egy fontos dolog, és tudnod kell, hogy a piacon ez a legolcsóbbnak számít gyakorlatilag egy ilyen komplett csomag. Na, aztán, hogyha átnézzük, hogy nagyjából mennyi pénzt tudsz már ezen az 5%-os szinten keresni, itt van egy példa, ha például a törzsvásárlóidból, ami 5-10 törzsvásárlót jelent, van kettő pontod, ezután ugye durván 40 ezer forint, és hogyha toborzol egy munkatársat,
illetve kettő munkatársat, az körülbelül 80 ezer forintot jelent neked, tehát ebből az esetben mondjuk egy 120 ezer forint jutalékod már lehet. Na, hogyha egyébként 3 pontnyi törzsvásárlói forgalmad van, és azt mondod, hogy te egy kicsit jobban belehúzol, és mondjuk egy hónap alatt 4 munkatársat toborzol, hát azért nézzük ezt meg egy kicsit alaposabban, ez heti 1, ugye? Ezt sokszor hallottuk már, főleg a Varga Robitól, hogy heti 1. Tehát ha heti 1 munkatársat behozol, és meg kell, hogy mondjam, hogy ehhez körülbelül 5-10 emberrel kell beszélned, tehát hetente, hogyha 10 emberrel beszélsz, abból általában 1 munkatárs lesz, jó? Tehát, hogyha ezt így nézed, akkor ebben a hónapban 220 ezer forint jutalékod lehet, csak az 5%-os szinten. Persze itt mindig feltételezzük, hogy az ember csinál is valamit, tehát dolgozik. Hogyha te egy vállalkozást építesz, akkor azért azt a heti 15-20 órát légy szíves szánd rá, hogyha részidőben foglalkozol ezzel. Na, menjünk tovább. Hogy néz ki a következő üzleti szint? Ugye a supervisory üzleti szintről beszélünk, ami felügyelőt jelent egyébként. Jó, visszamegyek egyet, mert nem egészen vagyok mindig biztos benne, hogy mi következik. Tehát, hogy néz ki a supervisory szint? Ugye te csinálsz 4 pontértéket, feltételezzük ezt, és van 3 munkatársad. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha te egy minimálbérnél többet akarsz keresni, akkor csapatot is kell építened. Mi azt szoktuk javasolni, hogy legyen 5 üzleti partnered. Látható, hogyha 3 van, aki megcsinálja ezt a 4 pontot, akkor te magasan szupervájzor vagy. Ugyanis 3x4 az 12, meg a te 4 pontod, az már 16. És ha a következő hónapban is ugyanez megtörténik, az már ugye 2x16, az 32, tehát magasan vitted a 25 pontos határt. Így van? Magyarul, hogyha te nem 3, hanem csak 2 munkatárssal rendelkezel, akkor is meg lesz. De általában mi mindig, hogy nehogy szó érje a ház elejét, nehogy úgy érezze bárki, hogy túlzunk, ezért mindig egy kicsit több munkát mondunk ahhoz a pénzhez, hogy ne legyen ebből soha probléma. Oké? Itt látható, hogy itt már 30 plusz 8, azaz 38% kedvezményt kapsz, hiszen ez a 8%-os szint, a 30% egyből jár minden munkatársnak, plusz jár neki az a százalék, amelyik szinten van. Most itt már bejön egy plusz jutalék típus, ez a csoportfejlesztési bónusz. Ki után kaphatod ezt? Ugye te 8%-os szinten vagy, a munkatársaid 5%-os szinten vannak, ugye ezt az előző szinten megbeszéltük, a kettő között van 3% különbség. Ezt a 3%-ot kapod itt meg, ha aktív vagy. Innentől nagyon fontos tudnod azt, hogy míg az első üzleti szinten nincs nagy tétje annak, hogy te aktív vagy-e vagy nem, tehát a 4 pontnak. De nagyon érdemes már megszoknod már az első üzleti szinten, mert ott is több pénzt fogsz kapni, hogyha meg lesz az aktivitásod. Kevesebbet nem kapsz semmiképpen, mint most eddig kaptál, de viszont többet fogsz kapni majd november 1-től, mert változik a marketing terv. Tehát meg fogja érni megtanulni hamar a 4 pontot, viszont a 8%-os szinttől már komolyabb tétje van, ugyanis a csoportfejlesztési bónuszokat a 4 pont függvényében fizeti ki a cég. Oké, menjünk tovább. Itt nem raktam ide pénzt, mert nyilvánvalóan a következő üzleti szint, az igazgató helyettesi szint, itt már lesz egy kis pénz, hogy nagyjából mennyit lehet keresni, és a 2 pontos szint, amiről az elején beszéltem, ez a kettő között bárhol kereshet egy supervisor. Na, mi történik akkor, hogyha ez az ábra jelenik meg, amikor lerajzolod a meglévő csoportodat? Tehát, nézzük csak. Ugye az assistant manageren már 13%-ot kapsz pluszba a 30% mellé, tehát összesen 43%-kal olcsóbban vásárolsz, mint az ajánlott eladási ár, és a csoportodban feltételezzük, hogy 9 ember csinálja meg ugyanezt a forgalmat. Tehát ezért fontos, hogy megtanuld
a 4 pontot, hogy meg tud tanítani másnak is. Ugye ez úgy néz ki, hogy mondjuk van 2 vagy van 3 ember hozzád kapcsolódva, és 2 a 3-ból már megtalálta a saját 3 emberét. Erről beszélünk. Minden toborzott munkatárs után itt már 55 ezer forintot kapsz legalább egy új belépő után, és hát különböző egyéb lehetőségek jelennek meg, hiszen itt már a csoportbónuszod is, a csoportfejlesztési bónuszod is elég meredeken elkezd indulni fölfelé. Ugye, amíg supervisor voltál, csak 3% volt ez a csoportfejlesztési bónusz. Itt viszont láthatod, hogy az 5%-os munkatársad és te, azaz 13% között, ugye már 8%-ra ugrik. Tehát 3 helyett 8-ra, ami azt jelenti, hogy meg 3-szorozódik a csoportfejlesztési jutalékod. És a szupervájzori csoportoknál, ha vannak ilyenek, ott is megjelenik a különbség, mert te 13%-os vagy, ő pedig 8%-os, tehát 5%-ot megkaphatsz. Most már érzed azért, ugye, hogyha megvan a 4 pontod, itt már komoly tétje van. Itt van egy példa, 2 toborzott munkatárs után 110 ezer forint jutalék jár neked, egy 20 pont supervisory csoportforgalom után, tehát a supervisory csoportjaid után kb. 100 ezer forint, míg a 2 pontos munkatársaid után, ha körülbelül 15 pont jön össze ebből, 120 ezer forint jutalékról beszélhetünk, tehát összesen ez nettó 330 ezer forint. Ezt, hogyha összeadod a pontokat, ez körülbelül 37 pont, ez ugye, ha megduplázod, körülbelül hozza ezt a 75 pontot, amivel te már igazgatóhelyettes lehetsz. Na most, hogyha valakit zavarnak a számok, és elég sok számot mondok, hát ezért tudom most bátran azt ajánlani, hogy ezt a videót bármikor majd leállíthatod, és visszatekerheted, és megértheted pontosan, hogy mikről beszélek, úgyhogy senkitől nem akarok olyat hallani, hogy túl gyors volt, és túl sok százalék, mert megnyomod a pauze gombot, visszatekersz, és megemészted, és akkor sikerülni fog, illetve ezt úgyis az új munkatárssal a szponzora fogja ezt elmagyarázni neki, de nagyon fontos, tehát kérlek benneteket arra, hogy értsétek meg pontosan minden egyes üzleti szintet, mert ameddig nem értesz valamit, addig nem fogsz róla beszélni. Ez a kulcs, oké? Menjünk tovább. Már mindenki úgyis menedzser akar lenni, tehát nézzük, hogy mit mutat a menedzseri ábra. Valamiért... Na, most sikerült. Oké. Tehát, mikor lehetsz menedzser? 2 féle lehetőséget ad erre a cég. Az egyik, ha 4 havi gyűjtőben összegyűjtesz 150 pontot, itt az a lényeg, hogy mind a 4 hónap egymás után legyen, amelyikben megpályázod ezt a szintet. Fontos, hogy aktív legyél minden egyes hónapban, amit a menedzseri szintre felhasználsz. Oké? A másik lehetőséged 2 havi gyűjtőben 120 pont. Az arány tök mindegy. Tehát ha van 50 pontod az egyik hónapban és 70 a másikban, a 2 együtt 120, meg vagy menedzser. Vagy ha van 4 darab 40 pontos hónapod egymás után, az 160 pont, ugye több mint a 150, tehát akkor is meg vagy menedzser. Ha 4 pontra ezt levetítjük, ezt úgy kell elképzelned, hogy te megcsinálod a 4 pontot, és a teljes csoportodban, ha összesen van 14 ember, aki megcsinálja ezt a 4 pontot, akkor magasan meg vagy menedzser. Oké? De akkor már te 60 pontos menedzser vagy egyébként. Tehát ennél kisebb forgalmakkal is, ugye a havi 40 ponttal is meg lehet csinálni, de én azt javaslom, hogy legyen neked inkább 60 pontod, mert akkor sokkal több pénzt fogsz keresni. Hogy alakulnak itt a dolgok? Ja, eleve van 48% árengedményed, azért az durvám. És miért van az, hogy nagyon ritkán, ha megnyomom, akkor vagy jobban kell nyomni? Nem akar arrébb menni, ha most... Na? Igen, most jó. Tehát itt látható, itt a százalékokat írogattam ki, hogy minden új csatlakozó után 43% profitot kapsz. Itt már nem írtam összegeket, mert ugye te döntöd el, hogy mennyi
mennyi embert csatlakoztatsz, és milyen forgalmakat csinálsz, ide százalékokat írtam. A százalék különbségek, tehát a csoportfejlesztési jutalékok is igen-igen megugranak itt már. Látszik, hogyha te mondjuk, hogyha jobbról balra haladunk, ha van egy 5%-os munkatársad, akkor ő utána 13% csoportfejlesztési jutalék jár már. Nagyon megéri az újakkal dolgozni. Ez ezt mutatja mindig, hogy hol kell dolgoznod. Nem térek rá jobban részletesebben a többi százalékra, mert adja magát, hogy nyilvánvalóan a százalék különbségek kerülnek kifizetésre. Viszont itt egy példa, ez egy 65 pontos üzlet, nagyjából megbecsültem a jutalékot, kiderült egyébként, hogy alábecsültem, mert most egy valós igazgatói jutalékot is fogtok mindjárt látni. Tehát ebben a példában, hogyha neked van 4 pont vevőköröd, amit nagyon jól teszel, hogy van, azután kapsz 110 ezer forint jutalékot. Ha van 2 csatlakoztatott munkatársad, egy hónapról beszélek, tehát főállásban menedzser vagy, és havonta 2 embert bekapcsolsz, ez szerintem elvárható egyébként bárkitől, akkor azután 110 ezer forint jutalékod van. Aztán, ha van igazgató helyettesed, aki hoz 20 pontot, azután jár 75 ezer, vannak szupervájzoraid is, mondjuk 14 pont, 100 ezer, és vannak 2 pontos munkatársaid is, ezek után körülbelül 220 ezer forint jár. Ezt, ha összeadom, én 615 ezer forint nettót számoltam itt ki. Pedig itt van igazgató helyettes is. Na most nézzünk egy valósat, ugyanis ma reggel csipogott ugye az e-mail, hogy megjött a szeptemberi bónusz elszámolásunk, és ugye Anitának pont ilyen körüli forgalma volt a múlt hónapban, és utólagos engedélyével én ide bevágtam az ő bónusz elszámolásának a megfelelő lapját. Egyébként körülbelül 40 vásárlás volt ezen a bónusz elszámoláson, kevesebb, mint 20 munkatárssal, inkább olyan 15 munkatárssal, és hogyha megnézitek, itt alul a jobb alsó sarokban 701 ezer forint jutalék van, ez nettó, tehát erre számolj rá 27% áfát, az körülbelül 190 ezer forint, tehát gyakorlatilag majdnem 900 ezer forint bruttó jutaléka volt, és ha megnézitek, felül látható a bal felső sarokban, hogy 61,3 pont volt. Oké? Okay? Tehát igenis igaz, hogyha egy 60 pontos menedzserről beszélünk, az kereshet akár 800 ezer forintot is, hiszen ez itt bruttó 900 ezer forintos jutalék. Rendben? Innentől senki nem mondhatja, hogy nem lehet elég pénzt keresni a Foreverben, mert utána itt a következő, hogy figyelj, itt most rólad van szó. Gondolj bele, hogy plusz 600 ezer forint bevétel havonta tudnál vele mit kezdeni? Szerintem biztos. Na menjünk tovább. Ezért legyél menedzser, oké? Okay? Na most, akkor, amikor a következő lapon, ez azoknak szól, akik egy kicsit gyorsabban akarnak haladni, jó? Itt arról van szó, hogy legyen neked 5 kulcsembered. Miért is? Mert hogyha te gyorsan belekezdesz, és egy hónap alatt 5 embert beléptetsz a rendszerbe, az 10 pont. Oké? Okay? Ez már majdnem a fele a supervisory szintnek, gondold meg. Tehát ha a következő hónapban ugyanezt a tempót folytatod, biztos, hogy supervisor vagy. 2 hónapon belül. Na most mi lenne, csak játszunk el a gondolattal, hogyha ez az 5 embered is ezt követni. Ugye itt ki is írja ez a füzet, hogyha kicsit közelebb megyek, látom is, hogy 5 asszisztens szupervájzorod van, az 10 pont. Ez egy alapozó hónapnak nem rossz. És 5 szupervájzor, tehát ha mind az 5 meg lenne a harmadik hónapban szupervájzor, akkor azért 5x25 pont, a 125 pont. Ugye? Tehát itt 2-3 hónapon belül is meg lehet az ember menedzser. Oké. Közben a kollégáknak szólnék oda hátra, hogy tegyenek ki még egy 20 perces verziót, mert
hogy lássam legalább, hogy mi hogy van, mert még az egyharmadánál tartunk kb., de fel fogom gyorsítani. Lehet, hogy jó, de ez egy ilyen hosszú dolog, ezt meg kell csinálni, fel fogom gyorsítani, megígérem, csak hogy lássam, hogy ne legyen 3 óra belőle, mint ahogyan azt említettem az előbb. Ugye ezen alapon a menedzseri szint előnyei vannak felsorolva, nem kell már ennyit magyaráznom a többinél, mert igen, tehát nézzük, az előző díj, ami is volt, legyél menedzser, szuper, ez így oké. És akkor most fejlesz menedzsereket. Mi van akkor ugyanis, hogyha te menedzsereket hozol fel a csoportodban? Ugye erről is kell beszélni. A menedzser után következő szint a senior menedzseri szint, ami azt jelenti, hogy van 2 levált menedzsered. Tehát valaki már menedzser lesz, azt valamilyen szinten kicsit leválasztják rólad, mert már nem kapsz 100% pontot utánuk, viszont nagyon sok pénzt kapsz. Mert ugye eddig kaptál 5%-ot az igazgató helyettesed csoportforgalma után, viszont hogyha menedzser lesz, akkor 6%-ot fogsz kapni, tehát pont 20%-kal többet. És ezen alapon láthatjátok, itt ki van írva, hogyha például 5 menedzsered van, akkor már soaring menedzsernek fognak nevezni, hogyha 9-nél több, akkor zafír menedzsernek, és így tovább. A Zafir menedzseri szinttől bejön egy plusz jutalék, ez a drágakő menedzseri szint, ami azt jelenti, hogy körülbelül a jutalékodat egyik napról a másikra egy olyan 20-25%-kal megdobják. Mert a 6%-os jogdíj helyett már 7-et kapsz, és ez elég nagy emelkedést jelent. Menjünk tovább a következő lapra. Tehát, eddig csak tájékozottunk, még nem csináltunk semmit, így van? De ha ezt nem csinálod meg valakivel, nem fogja érteni, hogy mi is ez az üzlet, és hogy épül fel. Innentől jön a munka, rendben? Mi is van itt? Mi az első teendőd? Már ugye 2 pontos vagy. Az első teendő, a 4 pontot meg kell tanulnod. Innentől élesedik a helyzet. Hogy is lehetséges? Ugye, használod a termékeket. Megbeszéltük, hogy használni kell a termékeket, és be is kell majd mutatni a termékeket, hogy fogyasztóid legyenek. Valamilyen szinten neked fogyasztókra van szükséged az első körben, nem feltétlenül üzlettársakra. Fogyasztókra van szükséged, mert ez rögtön sikerélményt ad. Mit könnyebb szerezni szerinted, fogyasztót vagy munkatársat? Én úgy gondolom, hogy fogyasztót könnyebb, ezért, ha rögtön van sikered, rögtön néhány embert sikerül beregisztrálnod, és kapsz utánuk egy pár ezer forint jutalékot, amit levásárolhatsz, akkor ki van pipálva, haladunk szépen sorba, láthatod, hogy működik a rendszer. Oké. Innentől olyan tájékoztató anyagok lesznek ebben a munkafüzetben, amik elengedhetetlenek a munkád során. Például, mi a termékbemutató? Itt van leírva. Hogyan tarts termékbemutatót? Mire van szükséged? Oké, a termékbemutató során. Milyen előkészületeket kell tenned? Hogyan hívd meg a vendégeket? Oké, még itt, az is itt van, hogy hogyan kell elkezdeni a bemutatót. De jó hírem van, nem egyedül fogod csinálni, mert ezt el kell kezdened megtanulni, de a szponzorod fogja tartani az első bemutatókat. Vagy lehetsz olyan bátor, hogy belevághatsz is, de nyugodtan bízd a szponzorodra az első néhányat, és fogod látni, oké? Okay? Itt van, hogy hogyan kell befejezni a bemutatót, oké? Okay? És mikor legyen, alul a sárga felirat, bármikor, csak minél előbb, jó? Ne várjál! Menjünk tovább. Van itt egy üzleti körfolyamat tulajdonképpen, így épül fel az üzletünk. Nagyon fontos itt a gyorsaság. Az, hogyha már megvolt az alapozó hónapod, amikor már tartottál néhány termékbemutatót, és van néhány belépőd, ezt nevezhetjük alapozó hónapnak, kialakul lassan egy vevőköröd, és lesz egy adott forgalmad, amit te meg tudsz csinálni. Na, a következő hónaptól ész nélkül el kell kezdeni a munkatárs toborzást. Rendben? Itt nagyon helyesen le is van írva az, hogy a gyorsaság a lényeg, és nélkülözhetetlen a munkatárs toborzás.
hogyha te úgy gondolod, hogy az üzletet még nem tudod átadni, akkor ezt is csináld a szponzoroddal az elejét mindenképpen, de már az első jelöltednek meg tudod egyébként mutatni majd, hogy te mit csináltál az előző hónapban. Pont ezért nélkülözhetetlen, hogy legyenek termékes, tehát fogyasztói belépőid, amik viszonylag könnyen megtörténnek. Össze kell írni, hogy kit ismerünk, fel kell majd a kapcsolatot venni vele, valamilyen üzleti bemutatót kell majd neki tartani, és utána pedig meglátjuk, hogy mi lett az eredménye, és megcsináljuk a tennivalókat. Ez van ugye ezen a kis körábrán. Na nézzük tovább. Itt jön be a képbe a névlista. Jó? Tehát neked össze kell írnod egy jó pár embert azzal kapcsolatban, hogy tehát üzleti szempontból. Mindenképpen azt javaslom, hogy külön kezeld a vevőjelölteket és az üzleti jelölteket, hiszen az üzleti jelölteket majd a szponzoroddal akár egy embert is érdemes leültetni, mert ott egész más ugye az arány. Ha valaki az üzletre érdeklődik és belép, ő általában 2 ponttal lép be, míg egy vevő, az pedig lehet, hogy csak 0,3 ponttal. Tehát ha te sok pontot akarsz, akkor innentől, ha már megalapoztad az üzleted, mindenképpen üzleti bemutatókat kell majd többet csinálni. Termékbemutatót is kell, mert lesz olyan vásárlód, aki nem biztos, hogy a következő hónapban is újra fog vásárolni egyelőre, hogyha még nem tanultad meg a vevőkezelést, és ezeket pótolnod kell majd később. De hogyha utána csak folyamatosan néhány termékbemutatót összehozol egy hónapban, és leginkább az üzleti bemutatókra koncentrálsz, akkor már az elegendő lesz ahhoz, hogy gyönyörűen haladjatok. Na most, a munkafüzetben ez a profilozó, illetve névlista segédlet szerepel. Nekünk van egy, azt gondolom, hogy jobb, annak is ide raktam a képét. Ezt a profilozót be tudjátok szerezni a szponzor vonalon keresztül, mert itt sokkal több szempontot írtunk fel, és minél több dolgot tudsz összeírni egy emberről, annál könnyebb lesz meghívnod. Mert minél több információt begyűjtesz, akkor nem kell nagyon találgatnod. Ha valaki éppen hallottad, hogy panaszkodik, hogy kéne neki plusz pénz, hát akkor ezt odaírod, és nyilván őt hívod fel elsőnek. Rendben? Ha valakit meg hallottad, hogy panaszkodott arról, hogy a gyereke beteg, őt ne az üzlettel hív fel most még akkor sem, ha jó üzlettárs lenne, hanem ezzel hívd fel, hogy hallottam, hogy esetleg lehetne itt segíteni, arra valószínűleg nyitott lesz, és majd ha látja, hogy a termékek működnek, az üzlettel is előjöhetsz neki. Oké? Nagyon fontos, hogy ezt megtanuld jól vezetni, ugyanis ennek a lapnak az alján van egy tevékenység követő rész, ahol mindig fogod tudni majd odaírni, hogy mi a következő lépésed, mit beszéltél meg vele, lehet, hogy éppen most nemet mondott, akkor beírod, hogy felhívni 2 hónap múlva újra, vagy ha azt mondta, hogy majd a jövő héten beszéljetek, beírod, hogy jövő héten hívni. Ezek nagyon fontosak, mert így nem fogod elfelejteni. Na, következő, profilozd ki az első 20 embered, ez üzleti dolog lesz, tehát ugye volt egy alapozó hónapod már, ahol lett már egy vevőköröd. És innentől lehet, hogy most többen szörnyűködni fognak, de figyelj, ha te 6 hónapon belül menedzser akarsz lenni, neked ennyit kell dolgoznod, oda van írva, 2-5 embert kell naponta felhívnod, ha részidőben foglalkozol az üzlettel. 5-10 kontaktot kell naponta teljesítened, hogyha teljes időbe foglalkozol vele. Hát ha belegondolok, hogyha teljes időbe foglalkozik vele az ember, és azt mondja, hogy hát nem is 8 órát dolgozik, hanem csak 5 órát. Hát az 5 órába 5-10 emberrel felvenni a kapcsolatot, én nem is tudom, hogy a többi időben még egy csomó bemutatót meg lehet tartani. Tehát ez van, hogy ennyit kell ezzel foglalkozni, jó? Akkor, ha te gyorsan akarsz eredményt elérni. Kapcsolatépítéssel kapcsolatban is találsz anyagokat ebben a munkafüzetben, és gyakorlatilag nagyon nagy segítség van itt az alapján, hogy hogyan kell kiprofilozni majd egy jelöltet. Feltétlenül kell egy saját történetet megalkotnod, erről majd a Lérend Karcsi a következő előadásban fog beszélni egyébként, hogy hol találsz ezzel kapcsolatban infókat, de hogyha bárkit úgy hívsz fel, hogy van egy saját történeted, akkor az megtízszerezi az arányt, jó?
Ezenek a történetnek nem kell hosszúnak lennie. Kell, hogy legyen egy üzleti, és kell, hogy legyen egy termékes ilyened. Oké? Az üzleti nagyon egyszerű. Elmondod bárkinek, hogy figyelj ide, nekem mindig problémám volt az, hogy nem volt elég pénzem, vagy túl sokat kellett dolgozni egy munkahelyen, de mégsem volt elég, és én most találtam egy megoldást, és ezt most én úgy látom, hogy ez megoldja ezt a dolgot, oké? És én ezt szeretném neked megmutatni, mert el tudnám képzelni azt, hogy dolgozzunk együtt. Ennyi szinte elég egy ilyen saját történetre és egy meghívásra, oké? És hogyha bármit kérdeznek, ha van egy jó alapozó hónapod, és te neked abból lett egy 5-10 vásárlód, elmondhatod, hogy figyelj, éppen most vágtam csak bele, és már volt, mit tudom én, 60-80 ezer forint jutalékom, úgyhogy még csak itt bénázok össze-vissza. Én ezt feltétlen meg akarom neked mutatni, mert lehet, hogy neked ennél sokkal jobban is menne. A termékre is könnyű egy ilyen történetet kitalálni, nem is kell kitalálni, hát neked lesz akármelyik termékkel lehet jó tapasztalatod. Na, mi történik? Oké, van itt egy kis segédlet, nem is kicsi. Azt kell, hogy mondjam, hogyha ez alapján te, ami ezen alapon van, ötlet, nem tudsz egy néhány százfős névlistát összeállítani, akkor te nem olvastad el ezt a papírt, jó? Tehát, hogyha megnézed, van egy családi és egy szorosabb ismeretségi kör felsorolva, elég, ha csak végigmész rajta, és beírod azokat a neveket, amik az eszedbe jutnak, és itt a sárga lapon pedig szakmák szerint van kigyűjtve rengeteg-rengeteg olyan szakma, amit te ismerhetsz valakit, és hogyha megnézed, egy szó van ott, Facebook. Még pluszban a Facebookon lévő ismerőseidet is nyilván, nem mindenkit ész nélkül majd ráírogatni, hanem egyszerűen csak felírod őket, hogy tudjad, hogy hány ismerősöd van, meg fogsz döbbenni, jó? És ebből neked csak 5 kulcsemberre van szükséged ahhoz, hogy egy jó menedzser legyél, csak 5-re. Én azt gondolom, hogy ebből a néhány száz emberből ez össze fog jönni, hogyha te fel is hívod őket. Oké, és itt megint itt tartunk. Választ ki az 5 kulcsemberedet, és mindenképpen velük kezdj majd el dolgozni. Egyébként, ha ide beírogatod őket, akkor már a gondolat fókuszáló erejétől nagy eséllyel érdekelni fogja őket a dolog. Na nézzük, mi van itt még. Na ez az, amit általában rendszeresen el szoktunk felejteni, és én nagyon kérlek arra, hogy ezt, ha van egy új indulód, miután eljutottatok ebben a füzetben idáig, láthatjátok, hogy én most beszélek körülbelül 50 perce erről. Ezt egy 3-4 óra alatt is, tehát át lehet jó alaposan beszélni, amikor az első üzleti beszélgetést tartod valakivel, és itt lesz a 7 napos terv, amit a következő hétre nektek ki kell tölteni. Ha nem töltöd ki, semmi nem fog történni a következő héten. Oké, kivel fogsz beszélni a héten? Ide fel kell írnod, ugye, amit itt beszéltünk arról, hogy profilozd ki az első 20 nevedet, hát azokat kéne ide írni. Oké? Itt vannak egyéb tevékenységek, mert itt csak arról, hogy kivel fogsz beszélni, oda beírhatod, hogy hány bemutató lesz, illetve, hogy milyen képzéseket, milyen anyagokat fogsz meghallgatni, amiről szintén a következő előadásban lesz majd szó. Oké? Tehát ezt a 7 napos tervet, ezt meg kell csinálni, és utána egy hét múlva újra kell találkozni, és ha ezt egy hónapon keresztül csináljátok, ezt a 7 napos tervet mindig, és mindig meghatározzátok azt, hogy a jövő hétre hány bemutató lesz, akkor kit fogsz felhívni, és így tovább, akkor el tudod képzelni, hogy egy hónap alatt ez egy nagyon jó alapozó hónap lesz, és biztos vagyok benne, hogy meg lesz egy 4-5 pontja az új érdeklődődnek. De ha te most indítod el magadat, és nem a szponzoroddal dolgozol, kérlek, hogy itt a szponzor, a legjobb szponzor a világon, ez a munkafüzet. Oké? Csináld végig ezt. Na, és ja, megint érdekes, most meg 2 is ugrik egy nyomással, de ez még mindig jobb, mintha 1-et se. Miután a 7 napos tervet megcsináltátok, itt láthatsz egy terméklistát. Én ezt megmondom őszintén, sokáig nem olvastam el, mert nem tudtam, hogy mire szolgál, de rájöttem, hogy
egyszerűen ez zseniális, itt három lapon keresztül a leginkább használatos termékek vannak felsorolva, és ennek az a célja, hogy miután megcsináltad a hétnapos tervet a jelölteddel, egyenként átvedd ezeket a termékeket vele, egyenként átvedd, és megkérdezd, hogy ezt ő használná-e. Érted? És utána ott van mellette, hogy ismersz olyat, aki használná? És oda beírod a neveket, érted? És minden egyes terméket végig kell vele venni. Egy rövid terméktájékoztató is van odaírva pár sorba, hogy milyen termék mire jó, és hidd el, hogy ebből ő ki fog választani 5-6-8 terméket, amit ő használni fog. Érted? És lesz vele jó terméktapasztalata. Aztán itt van egy 6 hónapos terv a menedzseri szintre. Ez lesz a vége körülbelül az előadásnak. Csak mondom a következő előadónak, hogy néhány perc múlva lehetséges, hogy majd jönni fog. Néhány perc múlva lehet, hogy majd a következő előadó jön. Oké, nézzük ezt a 6 havi tervet. Tehát alapozó hónap. Nézzük, miről is van szó. Ugye, személyes használat, 0,5 pont. Tehát így körülbelül ki van gyűjtve, hogy miből, hogyan fog összejönni az alapozó hónapnak a pontja. Aztán van itt egy ilyen termékeladás, 2-3 pont. A termékeladás az nyilvánvalóan jelentheti azt is, amit te eladsz személyesen, illetve törzsvásárlóidnak a forgalma. Az is termékeladás, igaz? Aztán van itt egy vevőkezelés, ez feltételezi, hogy már volt korábban egy pár vevő, és illetve a hó elején, akik vásároltak, hát valószínűleg 20-25 napon belül, hogyha te nem hívod föl, hogy mi van vele, kell-e még más termék, akkor már eleve nagy gáz is lesz, mert az a tapasztalatunk, hogy már 5-10 nap múlva szívesen kipróbálnának még újabb termékeket az emberek, és ugye szponzorálásra van ideírva 1-3 pont. Ez feltételezhetőleg egy munkatársat jelent valamilyen szinten, vagy ha valaki gyorsan és sokat dolgozik, akkor 2. Tehát, hogyha te 5 pontot betervezel erre a hónapra, még akkor is jó ez a dolog, hogyha van előtte egy alapozó hónap, amiben csak terméket adtatok még el, és abból ugye már lesz a vevőkezelés, és ebben az első hónapban lesznek az első szponzorálások, akkor gyakorlatilag volt egy 0. hónap előtte, de ez az első hónapban egy 5 ponttal, hogyha számolsz, akkor az nem rossz. Jó? Tehát ne is kétségbe, ha nincs az első hónapban 10 pontod. Mi van a 2. hónapban? A 2. hónapban, akit az előző hónapban szponzoráltál, és volt egy 3. hónap, ami ilyen felkészülés, vagy valami ilyesmi, akkor neki ez lesz az első, tehát ami neked a 2. hónap, 2. egész hónap, az neki az első lesz logikus módon, ugye? Tehát neki lesz akkor 5 pontja, de te folytatod az alapmunkát, és megcsinálod ugyanazt az 5 pontot, amit az előző hónapban már meg tudtál csinálni. Oké? És oda van írva egy kezdő forgalmazó, ez azt jelenti, hogy te ebben a 2. hónapban is legalább 1 embert szponzorálsz. És itt ő még csak kezdő, jó? Tehát 1 embert te beléptetsz, az előző hónapban meg beléptettél ugye 1-et, jó? És azzal elkezdtetek dolgozni. Ez hogy néz ki? Hány pont? Ez 2x5, az 10. Oké, tehát a 2. hónapban neked 10 pontot, vagy a 3., hogyha volt egy előkészítő hónap, 10 pontot kéne megcsinálnod. És innentől már, figyelj, ugyanez, mindenki csak ennyit csinál, hogy az előző hónapban beléptetett emberével megcsinálja az 5 pontot, és szponzorál még 1 embert abban a hónapban. Oké? Ebben az esetben 20 pont lesz már. Ugye? Mert megduplázódik az előző hónapnak az eredménye. Na most, ha neked a 3. hónapban van 20 pontod, az előzőben pedig volt 10, akkor te magasan szupervájzor vagy. Jó? És innentől nincsen odaírva az összes többi, mert nyugodtan számolhatunk duplázódással. Tehát a 4. hónapban neked már 40 pontodnak kéne lenni, de ha csak 30 lesz
az se gáz, érted? Mert akkor az ötödik hónapban már 40 vagy 50 pontod lesz, és mindenképpen meg vagy nagyon hamar menedzser. Ha ezt folytatod, 6 hónap után már úgy fog kinézni, hogy a 6. hónapban egyébként 70 pontod lesz, az előzőben pedig 50, tehát gyakorlatilag megvan a 120 pont két havi gyűjtőben. Itt ez egy hihetetlen jó idézet, én ezt alapvetően, én ezt így megpróbáltam átélni, és rájöttem, hogy ezt mondták nekem 20 évvel ezelőtt a szponzoraim is, csak kicsit más szóval. Ők azt mondták, hogy ne aggódj, amire megérted, addigra már elérted. Hát itt a Richard Bransontól bizonyára tudjátok, hogy ő a másik ember, aki képes űrhajót csinálni a Földön, ugye az Elon Musk mellett. Azt mondja, ha valaki ajánl neked egy csodálatos lehetőséget, de nem vagy biztos benne, hogy meg tudod csinálni, vágj bele, és majd később megtanulod, hogy hogyan kell csinálni. Oké? Okay? Tehát a Forever üzletre ez végtelenül érvényes, hiszen itt nem kell igazából milliókat befektetni. Na, ez volt a vége, és akkor úgy tűnik, hogy jól satszoltam meg körülbelül azt, hogy mikorra lesz vége. Tudom, hogy hosszú volt ez az előadás, de annyi részre szabdalva nézed meg, ahány részre csak akarod, és én javaslom, hogy nézd meg többször is. Nem kell, hogy ott legyek, mert nem az én hangomat szeretném hallgatni, hanem azt, hogy te majd felhívsz, és azt mondod, hogy hú, menedzser lettem, és így tovább. Köszönöm szépen akkor a figyelmet.